csak. Ajaj, ajaj. Rudolf Anna épp a hexasak volt világbajnokának, Rudolf Lászlónak adott sakmatot. Persze ez ma már nem megy ritkaság számba Rudolf családnál, annál inkább sem, mert Anna, figyeljenek, nemzetközi sakmester lett. Tulajdonképpen én már nem is emlékszem a kezdetekre, olyan rég volt, már aviskorunk óta sakkozunk, egy számítógépes sakprogramnak köszönhetően tanultuk meg a lépéseket, és megtetszett. Nagyon kiskorom óta az életem része, és már természetes, hogy sakkozom. Gondolom azért apukádnak is nagy szerepe volt ebben, hiszen tudni illik, hogy Rudolf László hexasak világbajnok volt, tehát biztos, hogy ezért onnan is kaptál impulzust, jó sokat. Igen, ő tanított meg minket sakkozni. Végülis a számítógépes programnak annyiban volt jelentősége, hogy ahhoz meg kell tanulni a szabályos lépéseket, nem lehetett csak össze-vissza lépegetni a táblán. Amikor általános iskolás másodikos voltam, a tesóm pedig elsős, akkor kezdtünk el versenyekre is járni. Előtte csak egymással játszottunk, másokkal csak akkor mertünk játszani, hogyha csokit kaptunk érte, vagy valamiben volt ígérve. És utána, nem tudom, csak ment magától. Mennyire volt nehéz elkezdeni a versenyzést? Mennyire volt nehéz odaülni másokkal szemben az asztalra, és bebizonyítani, hogy te is tudsz, hogy jól tudsz, hogy megy mindez neked? Voltak-e a gátlásaid kezdetekkor? Igen, eleinte volt, és ezért volt az, hogy mondta apa, hogy ha játszunk ezzel és ezzel, akkor kapunk egy kindert, vagy valamit, és így akkor utána már nem is kellett a csokit beajánlani, mert már szerettünk volna másokkal is nyerni, és ez hajtott minket, hogy megverhetjük őket. Az ellenfelek száma az évek alatt jelentősen megszaporodott. A sok verseny rengeteg elismerést hozott a fiatal lánynak. Volt többször országos bajnok, a világbajnokságunk korosztályában volt már 10. és 8., de tagja volt az Európa Bajnokság lánycsapatának, amivel a 3. helyet sikerült megszerezniük. Anna részt vett egy nyugat-amerikai női bajnokságon is, ahol a dobogó legfelső fokára állhatott. Sokat beszéltünk már arról, hogy milyen elismerésekben volt részed, milyen sikereket tudhatsz magad mögött. Itt a polcon is rengeteg kupa, itt körülöttünk érmek is találhatók. Melyikre vagy a legbüszkébb? Hát sokra büszke vagyok, de mondjuk például ezt, amit akkor nyertem, amikor diákolimpiai bajnok lettem. Ebből még van 2, mert összesen 3-szor voltam már diákolimpiai bajnok. Ezeket a jó tanuló, jó sportoló kitüntetéseket 2001-ben, illetve 2002-ben kaptam. Ez egy országos kitüntetés. Ez a kép például az olimpián készült, amikor Kasparovval lefényképezkedtem. Ez is nagy élmény volt, ez pedig szintén Kasparovos plakát a aláírásával is személyesen ő dedikálta. Tudtál Kasparovval egyébként beszélni? Nem, nagyon sokan akartak tőle autogramot szerezni, még kés csoda volt, hogy hagyta, hogy én egyáltalán lefényképezkedjek vele. Ez országos bajnokságon elért első helyezésemért kaptam. Ez itt a Tolna megyei, végülis legjobb sportolósak sportágban ilyen kitüntetés, és már jó párszor kaptam, ez a mögötte lévő is olyan. Anna pályafutásának legfontosabb állomása természetesen a nemzetközi sakmesteri cím. Ez úgy működik a saknál, hogy 3-szor kell normát teljesíteni. Először Zalakaroson 2003-ban teljesítettem, utána tavaly a bukaresti női nagymesterversenyen, és legutóbb most idén a női magyar bajnokságon Szegeden. És így meglett a 3, de a múltkori moldáviai női Európa bajnokságon is megkaptam a címet, szóval most kétszeresen teljesítettem. Hivatalosan viszont nem kaptad még meg, mikor lesz a nagy esemény? Augusztusban lesz a FIDE kongresszusa, és ilyenkor adják a címeket. Gondolom az egész család büszke rád, mindenki nagyon örült, hát főleg apukát, hiszen ez gondolom neki különösen fontos volt. Sok. Hogyan telt az elmúlt egy esztendő, a mögötted lévő egy esztendő, és hát mondhatjuk, hogy még nincs vége, közel sincs vége, hiszen nyáron is lesz épp elég utazás, épp elég verseny. Hát, ha jól emlékszem, akkor télen volt egy ilyen
egyhetes balatonfüredi edzőtáborunk, ami hasonló kemény edzés volt, hogy szinte csak-sak, és utána volt pár verseny, most így konkrétan nem tudom felsorolni, különböző erősségversenyek, főként a gyakorlás céljából. És ami fontosabb volt, játszottam például a francia női csapatbajnokságon, és a csapatunk második helyezett lett, és ezzel bejutottunk az Európa kupába, ami tulajdonképpen a klubcsapatok Európa bajnoksága, ami ilyen nagyon, nagyon erős és nívós verseny. Csak még kérdés, hogy indulunk-e, mert ez szponzorfüggő. Olaszországban lesz, és elég költséges. Utána az angol csapatommal játszottunk a brit csapatbajnokságon, tavaly a görög csapatbajnokságon, most megint megyek majd oda. Budapesten játszottunk egy körversenyen, az is felkészülés szempontjából volt fontos, és az utóbbi időben voltak ezek a tényleg országos szintű megmérettetések, például a Diákolimpián első helyezett lettem, előtte a csapat Diákolimpián a Garai lány csapatával lettünk másodikak. Azért érdekes, mert a csapatban rajtam kívül játszott a Dobrovic Vilosko Decsi lány, és még a testvérem, aki tulajdonképpen már mostában nem is nagyon sakkozik, de tábladíjas lett, és jól játszott, és másodikak lettünk, úgyhogy nagyon örültünk neki. Jövőre már talán elsők is leszünk, reméljük. És a Diákolimpia, utána volt az egyéni Diákolimpia, és hát most voltam, utána volt a női bajnokság Szegeden, ahol a nemzetközi mesteri normát csináltam, ez volt a harmadik, amúgy pedig ötödik lettem rajta, és most játszottam a női Európa bajnokságon Kisinyóban, Moldáviában. Ez egy bő két hetes verseny volt, és végül is sikeres. Rengeteg helyszínt soroltál fel, ahol az elmúlt egy esztendőben voltál. Rengeteg ország. Biztos rengetegen irigyelnek is téged emiatt, hogy hú, de jó, itt járt, ott járt, erre volt, arra volt, bizonyára sokat látott, gondolják közben. Talán mégsem így van, hiszen az időtök legnagyobb részét a tábla mellett töltitek. Igen, sokszor van így, hogy megyünk Görögországba, Spanyolországba, Olaszországba. Ez szép helyek, jó helyek, mások nyaralni mennek oda, mi pedig csak versenyre, és ez azt jelenti, hogy tulajdonképpen hiába vagyunk mondjuk egy nagyon szép városban, gyakorlatilag nem látunk belőle semmit. És ez bánt téged? Tehát jó lenne azért mondjuk jó a sakk versenyeken is részt venni, de mondjuk egy-két szabad nap, amikor kipihenhetnéd a versenyzést. Hát szerencsére vannak olyanok is, amikor szabad nap is van, de az inkább ritkaságban megy, de amúgy meg ez van, versenyre megyünk oda, nem nyaralni. A sakk olyan, hogy meg lehet tanulni a szabályait, lehet játszani úgy is, hogy az ember egyáltalán nem érti a sakk lényegét, az értelmét. Most én annak idején például nem tanultam, nekem nem volt edzőm, én magamtól kezdtem úgy játszogatni, levélsakkot játszottam, de igaziból soha nem tudtam, hogy pontosan mire is kellene játszani, akár a mennyi tárgyal, mint a játék egyik legfontosabb részében. Annánál és a többi hasonló korunál, aki már gyerekkorától kezdve edzésekre járt, és itt el kell mondani, hogy Decsen Pap Csaba jó voltából működik egy nagyon komoly sakklub. Országban a Paksi Atomerő után a Decs KS a második legerősebb ifjúsági gárdával rendelkezik, sőt, hát utánpótlás szinten lassan igyekeznek átvenni a vehetőjét az országban. Na most a lányok oda járnak már egészen kiskoruk óta, busszal átmentek Decsre, edzéseken vettek részt kedden és csütörtökön, esténként pedig én mentem értük. Tehát ez is óriási dolog volt, hiszen én ugyancsak megszeretettem velük a játékot, bizonyos dolgokat meg is tudtam neki mutatni, de hát én maximum akkor még mesterjöti szinten játszottam, most már talán még azon sem, hiszen visszaminősültem első osztályúnak. Tehát úgy van, hogy az edző az legtöbbször addig tudja elvinni, amíg a saját szintje van. Itt viszont nagyon jó kezekben voltak, a paksi nemzetközi mesterek, Mészáros Gyula és Molnár Béla, és hát közülük Molnár Béla ma is Annának a személyes edzője, tehát amikor vannak külön edzések, akkor Béla bácsihoz megy, ha így lehet mondani, és hát bizony vele edzenek sokszor keményen reggeltől estig.
Hogyan telnek a hétköznapjaid? Hol vagy, merre tanulsz? Hogy éled a mindennapokat? Hát a Garai János gimnáziumban járok, most voltam harmadikos. Hát már a tanév befejeződött egyeseknek, de nekem még lesznek augusztusban vizsgáim, mert magántanuló vagyok az idei tanévtől, és ezért végül is sokan irigyelnek, hogy nem kell mindig dolgozatot írnom, felelnem, de amikor megjön a vizsga, akkor meg mondják, hogy jaj, de jó, hogy nekik nincs, és végül is ennek is megvannak az előnyei, hátrányai, de sok szempontjából csak előnye van, mert így inkább a sakra tudok koncentrálni. Tehát a sakk miatt lettél magántanuló, ennyire nehéz összeegyeztetni a kettőt, vagy abszolút lehetetlen? Hát, tehát a mindennapos iskolába járást, illetve a sakkot. Igen, hogyha komolyan szeretné venni az ember, akkor szinte összeegyeztethetetlen, mert például egy normális verseny is úgy másfél-két hetes, az már eleve annyi hiányzás, de még készülni is kellene rá, és akkor de utána iskolában pótolni, de akkor megint jön egy verseny, és akkor nagyon lemarad az ember. Meg gondolom, maga a felkészülési idő is rengeteg energiát és időt, órát, percet veszel a napból. Mennyit gyakorolsz egy nap? Végül is, hát ez teljesen változó. Van olyan, amikor egész nap edzés van, és reggeli edzés, ebéd, edzés, vacsora, és akkor utána még van még egy kis sakk, és aztán alszunk, és megint az ilyen keményebb táborokban, de amúgy meg van, amikor meg egyáltalán nem tudok, amikor tanulok. Vagy ilyen hosszabb esélyeken van, amikor csak úgy pihenek inkább, mert hogy két hét sakk után már, két hétig, hogyha minden nap sakkoztam, akkor utána már egy kicsit pihenni is kell. Mennyire jut időd azokra a dolgokra, mint például a többieknek, a kortársaidnak? Hát sok mindenből kimaradok, sokszor nem mehetek osztálykirándulásra, nem mehetek közös bulikra, koncertekre, amire mondjuk szívesen mennék, de azt is tudom, hogy kapok is, mert én például nagyon szeretek versenyekre járni, mert ott is a sakkozók között is rengeteg barátom van, és velük is nagyon jó a hangulat, tehát végül is nem is annyira sajnálom, hogy nem ilyen átlagos tínédzser életem van. Következő lépés lesz a női nagymester norma teljesítése, azt is háromszor kell teljesíteni, illetve hogyha olyan jól mennek a játéknál, a következő elbajnokságon akár egy lépésben is ezt elérheti, hiszen az elbajnokságon 12 forduló alapján ér el valaki egy normát, akkor az azonnali címnek számít. Én nagyon büszke vagyok rá, és örülök annak, hogy ilyen eredményeket ért el, bízom benne, hogy az eredmények még szebbek lesznek, de azért, ha egy-egy ilyen bátorségi, hát idézelve edzésnek nevezett kis sakkozó összejövetelünk, összekerülünk egymásra, és el tudom kapni, az is büszkeséggel tölt el, hiszen tudom, hogy Anna most már lényegesen jobb sakkozó, mint én, de azért néha-néha azért jó kicsikét úgy megküzdeni egymásra. Itthon gyakorlatilag nem sakkozunk már, úgyhogy ezek a pénteket, esti edzések, tandem játékokkal, kettes vagy hármas csapatokban játszunk egymással. Ezek jelentik a kis kikapcsolódást számunkra is, de az igazi megmérettetést is. Mondom, én büszke vagyok, és hát sajnálom, hogy nagyapja nem érhette meg ezeket a sikereket, mert akkor látta volna, hogy bizony annak kell ülni, hogyha a gyermek megveri a szülőt. Ugyanis amikor én édesapámat először megvertem, sakkba jön fel, leborította a figurákat, és soha többet nem játszott velem. Én viszont örülök annak, hogyha Anna minél jobb, és lassan ilyen labdába se rúgok ellene.